Háború vagy béke? Ezt a kérdést tette föl ünnepi beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök a több tízezres tömeg előtt azt mondta, Magyarország csak a békével járhat jól, nem kérünk a háborúból. Úgy fogalmazott, mi itt Budapesten ismerjük a háborút. Halottak százezrei, hadirokkantak, özvegyek, árvák, lerombolt hidak, bombatölcsérek százai. Földön futóvá tett emberek tízezrei, egy emberöltő és egy nemzedék élete ment rá az utolsó háborúra. Orbán Viktor arról is beszélt, Brüsszel be akar préselni bennünket egy háborúba, de Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad. Háború vagy béke? Európa népei ma Brüsszeltől féltik a szabadságukat, épp úgy, mint Petőfiék idejében, jelentette ki Orbán Viktor a Nemzeti Múzeumnál. A tömeg megtöltötte a múzeumkertet, az emberek a múzeum körül teljes szélességében, egészen a Kálin térig álltak. A miniszterelnök ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a nyugati világban háborúkat robbantanak ki, világokat rombolnak le, országhatárokat rajzolnak át, és sáska módjára legelnek le mindent. Semmibe veszik a holtakat, és megfosztják a jogaiktól a meg sem születetteket. Mi itt Budapesten ismerjük a háborút. Halottak százezrei, hadirokkantak, özvegyek, árvák, lerombolt hidak, bombatölcsérek, földön futóvá tett emberek tízezrei. Egy emberöltő és egy nemzedék élete ment rá az utolsó háborúra. Magyarország csak a békével járhat jól, nem kérünk a háborúból. Olyasmit akarnak ránk kényszeríteni, amire nem áll rá a magyarok keze, ami a magyar szellem számára kárhozatos, ami idegen a magyar élettől, tette hozzá a miniszterelnök. De mi nem megyünk háborúba, nem engedjük be a migránsokat, és nem adjuk oda a gyerekeinket sem. Ez olyan egyszerű, mint az egyszer egy, és olyan világos, mint a nap, mert Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad. A kormányfő kiemelte, nem tűrjük el, hogy tönkretegyék a gazdákat, kisemmizzék a középosztályt, földre vigyék az európai vállalatokat, elsinkófálják a nemzetek jogait, adós rabszolgává tegyék a gyerekeinket, és ráadásul háborúba vigyék egész Európát. Béke helyett háborút, biztonság helyett jogállami hercehurcát, jólét helyett pénzügyi zsarolást kaptunk. Orbán Viktor hangsúlyozta, az elmúlt 500 évben minden birodalom belátta, hogy elnyomással, zsarolással, erőszakkal, bachhuszárokkal, pufajkásokkal nem megy velünk semmire. Elfogyott a félhold, elkopott a kétfejű saskarma, és elvásott a vörös csillag is, fogalmazott. A miniszterelnök a nemzeti dalt idézve arról beszélt, minden azzal kezdődik, hogy el kell döntenünk, rabok legyünk vagy szabadok. Kardból lehet láncot. Láncból lehet kardot kovácsolni, de olyan nincs, hogy valami egy kicsit kard, meg egy kicsit lánc is legyen. Igened legyen igen, nemed legyen nem. Rabok legyünk, vagy szabadok. Rabság, vagy szabadság. Legelőször erre kell válaszolni. Ma is így van ez. A júniusi európai parlamenti választás kapcsán hangsúlyozta. Petőfiék óta minden magyar számára eljön az idő, amikor dönteni kell. Az igazság oldalán állsz, vagy a globális bégetők nyájához kérsz bebocsátást, tette hozzá kiemelve. El kell dönteni, a magyar igazság ösvényén indulsz el, vagy a Soros Birodalom sugárútja felé kanyarogsz. Követ törsz, vagy katedrálist építesz, emelte ki a beszéde végén a miniszterelnök. Brüsszeli járszalag vagy magyar szabadság? Háború vagy béke? Június 9-én itt az európai választás. Nem bújhatsz el. Döntened kell, kiállsz a hazádért, vagy inkább idegenek kenyerét eszed. És mi szülők is megkapjuk a választ. Milyen gyerekeket hagytunk a világra. A jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!